Fél évszázados városi jubileumát ünnepli 2016-ban Gödöllő. Ebből az alkalomból a város egy egész éves, több mint 70 különböző ünnepségből programból álló kulturális rendezvényfolyamot szervez. Bár az események januárban megkezdődtek, a Gödöllő 50, a megújuló értékek városa elnevezésű tematikus év ünnepélyes megnyitójára márciusban kerül majd sor. Gödöllő a megújuló értékek városa, ez a tematikus év, és rengeteg program lesz ebben az évben, nem csak nálunk a Művészetek Házában, hanem az egész városban, de nyilván néhányat el fogok sorolni. Az első az maga a megnyitó, ami március 15-én a nemzeti ünnepükön lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban 16 órakor, ez a nyitó rendezvény, és egyébként pedig április 10-én itt a Művészetek Házában a Talamba Ütő Együttes és Varnus Szevér közös koncertje lesz, Mindörökké Bak ezzel a címmel. Az a Talamba Ütő Együttes, akinek most vasárnap a Művészetek Palotájában volt nagyszabású 1500 fő előtt egy nagy koncertje, nagy sikerrel. Ezt követően itt nálunk április 16-án a Gödöllői Szimfonikus Zenekarnak lesz a jubileumi koncertje. Majd azt követően április 13-án 6 órakor a Gitárfesztivál, Nemzetközi Gitárfesztivál, az Árpecsó Gitárzenekarra, őket láthatja majd a közönség. Április 30-án este Nagy Idő Kereke címmel a Gödöllő Tánc Együttes műsorát láthatjuk majd. És akkor most ebben a blogban így bezárva mondjuk egy május 16-án este pedig a Májfa állító ünnepség a Gödöllő Tánc Együttessel. És ez mind-mind csak egy szelete ennek az egész évnek, amelyet majd a Gödöllői Fúvós Zenekar fog zárni a 25 éves jubileumi koncertjével novemberben. Nagyon fontos volt idén is, sőt idén külön kiemelten, hogy ezeken a rendezvényeken gödöllői művészek játszanak, tehát akár a gitáregyüttest nézzük, akár a szimfonikus zenekar, de már más kulturális csoportot. Itt nagy részük, nagy többségben gödöllőiek, gödöllői művészek, ők alkotják ezt a tematikus programot, ők adják a kulturális gerincét ennek a tematikus évnek. Az év kulturális eseményein a helyi, de országosan is ismert művészek mellett Gödöllőváros vezetői is kiveszik a részüket. Ilyen például a márciusban évtizedek óta megrendezésre kerülő és évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, elmaradhatatlan vidám nőnapi műsor. Most már 27. éve a nőnapi ajándékkosár hölgyeknek. A város vezetése lép fel ilyenkor a színpadon, és amikor egyébként a hivatalban találkozunk velük, a polgármester úrral, címzetes főjegyzőasszonya, alpolgármesterokkal, irodavezetőkkel, vagy a cégek, tehát a KFT, gazdasági társaságok, óvodák, iskolák, bölcsödék vezetőivel, másképpen látjuk őket, és mondom én ezt úgy, hogy én magam is a színpadon állok ilyenkor. Ilyenkor picit bohócot csinálunk magunkból, de azért mégis igyekszünk valamilyen nívót tartani, tehát vannak is színházi blokkok benne, aztán tánc is, ének is, tehát egy picit megnevettetjük a közönségünket. De azért közel olyan 3600 ember látja, március 5-e, 6-a, 7-e, 8-a az előadásuk időpont, és 9 előadás lesz idén, tehát már akkora igény, nyilván egyel kezdődött annak idején, és most már 9 előadás van. Ezt nagyon várják, az egyik legnépszerűbb valóban a városban, ezt minden évben, és már nagyon régen nem lehet ilyet kapni. Most egy új előadás megnyitottunk, azon még talán egy pár darab jegy van. Úgyhogy ezt mi is várjuk ilyenkor, mert összehozza, ennek a legfontosabb része az, hogy összehozza a város vezetőjét, a csapatot. Tehát, hogy olyan dolgokról beszélünk, amire hétköznap nincs időnk is, és meg tudunk beszélni együttműködéseket, tehát abszolút munkaterületén, és közben egy picit azért így lazábban, mert nyilván mi is érezzük ezt, meg hogy táncolunk, énekelünk, és hát igyekszünk még egyszer úgy föllépni, hogy igaz, nem vagyunk művészek feltétlenül, de azért ez élvezhető legyen a közönség számára is. Mivel, mint mondtam, amatőrök vagyunk, ezért jóval több próba szükséges, mint az ember gondolná, tehát mi a január elején elkezdjük a próbákat beosztani, hogy egy héten hányszor. Általában az elején kétszer találkozunk egy héten, és akkor van külön a hölgyeknek próba, külön a fiúknak, uraknak, aztán együtt is van próba, tehát hogy ezek nyilván be vannak osztva. És szóval januárban elindulnak, és akkor egy héten mondjuk 2, este 6, mikor vége van a munkának, akkor megyünk este 6-tól 9-ig nagyjából. És akkor előtte két héttel, tehát már maga az első bemutató előtt két héttel, pedig már szinte minden nap jövünk, hétvégén
terméket is beleértve, ahhoz, hogy olyan nívós legyen, amit elvár azért a közönség is, és mi magunktól is elvárunk. Egyébként ennek az ötletgazdája polgármester úr, és hát nyilván annak idején a vezetőkkel együtt összeültek, de mindig ő az első ember, aki azt mondja már decemberben, hogy na, akkor január elején üljünk össze, ne felejtsük el, következik, mi lesz, milyen zenei blokk legyen, egyáltalán milyen színházi előadások legyenek benne, mi legyen a nyitótánc, a zárótánc, milyen jelenetek, szóval ezeket ő mindig szépen így végig gondolja, és aztán velünk megosztja, és akkor közösen megy a brainstorming, tehát az ötletelés, de ő indítja az egészet, és aztán utána nincs mese, este 6 órakor próba, és aztán utána megyünk haza. A számos kulturális rendezvény mellett idén más nagy esemény is vár a Művészetek Házára. Gödöllőváros képviselőtestülete a 2016. évi költségvetésben 245 millió forintot különített el, melyből az intézmény 2010-ben megkezdett felújítását kívánják folytatni. Nagyon jó egy olyan városban ilyen, ahol fontos a kultúra, számít a kultúra, és áldoznak rá még ebben a nehéz időben is, amikor nyilván nincs sok pénz egy költségvetésben, és valóban nem jutott már pénz, 2010-ben volt a felújítás, még az EU-s elnökség előtt nem jutott már pénz a felső szintre, és ezt kívánjuk befejezni, illetve ehhez adta a támogatását a képviselőtestület, a városvezetése. Elsősorban biztonságtechnikai felújítások lesznek, hiszen ez nagyon fontos, az elektromos vezetékek, behatolás érzékelő, füstérzékelő, ezek a legfontosabbak, hogy úgy tudjunk működni, vagy akár a díszletemelő, amelyet meg kell csinálni, a trégerek, tehát olyan eszközök, amelyek egyszerűen előírás is, most már épp itt az ideje a 31 néhány év alatt, hogy ez megújuljon, de ha minden jól megy és beleférünk a keretbe, akkor olyan beruházások is lesznek, felújítások, amely a komfort érzetet fogja majd biztosítani, a jobb komfort érzetet a nézőknek, például a nézőtéri székek cseréje, vagy a színház, a színpadon az előfüggöny, illetve az a függöny, amely, hogyha összehúzódik, illetve szétnyitódik, akkor az előadás látszódik, avagy sem. Tehát ez is nagyon fontos, mert sokszor előadás közben is leállt, vagy nem csukódott össze, vagy nyitódott, tehát ez is egy fontos dolog. Természetesen a nyílászárókat is szeretnénk a körfolyosón megcsinálni, és ezen kívül jó lenne, hogyha odáig is el tudnánk jutni, hogy 377 főről 450 főre tudnánk bővíteni a nézőteret. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy a székek, a kényelem és az, hogy elférjenek, az nem annak a rovására, hanem az előszínpad lehetne süllyeszthető, és gyakorlatilag így több ember férne be. Úgyhogy ezeket tervezzük, június 1-én fogunk leállni, tehát 6. hó 1-én. Nem tudjuk még pontosan, hogy ez részleges vagy teljes leállás lesz pontosan az elektromos felújítás miatt, és várhatóan szeptember 10-én, nem is várhatóan, mi mondjuk azt, hogy várhatóan be kell fejeznünk szeptember 10-én, mert indul a nagy menet megint csak ősszel, úgyhogy reméljük, hogy ebbe az időszakba beférünk, és meg tudjuk csinálni mindenki megelégedésére, és nagyon várunk szeretettel mindenkit, majd ősztől természetesen újra, hogy jöjjön, és az új látványban, ahol már lámpák is újak, és mindenféle látványelemek bekerülnek a felújítás kapcsán, ha minden jól megy, és látni fogja a közönség, hogy milyen felújítás történt itt.